Karácsony Gergely, a Párbeszéd főpolgármester jelöltje néhány nappal ezelőtt itt a stúdióban azt mondta, hogy hát a Mi Hazánk mozgalomban bizony átléptek a Jobbikból azok az emberek, akiket ő náciknak nevezett. Tehát a listázott Gyöngyösi Márton, vagy az orrtöréssel dicsekvő Szávai István, ők nem nácik, ők a Jobbikban maradtak. Volner János véleményét kérdezem hamarosan. Tavaly márciusban még azt mondta, hogy a Jobbik tele van nácikkal. Nem ezt mondtam, és fontos, most különösen fontos, hogy mit mondtam. Azt mondtam, hogy a Jobbikban még mindig vannak nácik. Az a helyzet, hogy ezek már nincsenek ott. Tehát a Jobbikból pont azok a figurák léptek ki, akiktől nekem feláll a szőr a hátamon. Úgyhogy a Jobbik az én szememben a parlamenti választás után, és ez alatt a, hogy mondjam, átalakulás révén számomra elfogadható partneré vált. Tehát a Mi Hazánk mozgalomra gondol, és gyakorlatilag azt mondta, hogy ők. Hát ön rendkívül éles látóan ezt igen megfejtette. Valóban. Tehát én azt gondolom, a Jobbik múltja az egy nehéz örökség. Azért vannak jobbikos politikusok, akik azt gondolom, hogy végigjártak egy hosszú utat, mire megérkeztek ide, ahol vagyunk. Tehát, hogy is mondjam, mindenkinek van múltja, és a jövő szerintem fontosabb, mint ez a múlt. Volner János a vendég, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Na, azt mondta Karácsony Gergely, hogy ő neki feláll a szőr a hátán. Egyebek között ön is beletartozik a Mi Hazánk mozgalomba, átlépett volt jobbikostól. Önnek mi a véleménye Karácsony Gergelyre? Nagyon aggódnék a Mi Hazánk mozgalomért először is, hogyha Karácsony Gergely számára ez a politikai erő szimpatikus lenne, hiszen mi a nemzeti oldalon állunk, ugyanazt képviseljük, mint egy éve, mint 10 éve, mint 20 éve, a mi véleményünk nem változott, nála viszont megtörtént az az átalakulás, mint amit oly sokszor megfigyelhettünk. Most már Schneider Tamásnak az ő politikai szövetségesei, az ő pártja nem követeli a lemondását. Annak idején talán emlékszik, mivel Schneider Tamásnak van egy skinhead múltja, követelték a lemondását. Gyöngyösi Mártont a zsidó listázós beszéde miatt majdhogy nem mártján égette el a hazai baloldal. Most pedig ez a két ember, a Jobbik elnöke és elnök helyettese, akivel a baloldal minden zokszó nélkül Fridge-re lépett. Én azt gondolom, hogy ez az antiszemitázás, mint játék, ez továbbra is jellemezni fogja a bal liberális erőket. Tehát ön nem tartja magukat másnak, mint amik egy évvel ezelőtt vagy fél évvel ezelőtt voltak, ellenben a világ egy nagyot fordult. Ugyanazt képviseljük, mint mindig is. Én személy szerint arra is büszke vagyok, hogy én az utolsó pillanatig a nemzeti irányt igyekeztem tartani a Jobbikban, ameddig az erőmből csak tellett. Gondoljon bele, 2 hónappal a távozásom után már teljes lett a balliberális egységfront, és a Jobbik is beállt ebbe a sorba. És ehhez a minősítéshez mit szól? Én egészen szánalmasnak tartom azt, hogy a balliberális pártok minősítgetnek minket. Én ezzel nem is szeretnék foglalkozni. Nekünk az a dolgunk a Mi Hazánk mozgalomban, hogy sem Orbán, sem Gyurcsány, mi kizárólag a nemzet érdekét fogjuk képviselni. Na, ha már itt a hosszú útnál, ugye azt mondta Karácsony Gergely, hogy hosszú utat járt be a Jobbik, azt mondta róla az egyik politikai elemző néhány nappal ezelőtt, hogy az új SZDSZ. Igen, ez szó szerint igaz, valóban ez történik. Valóban ez történik, már azt gondolom, hogy az új SZDSZ címszóért már oly sokan versengenek, hiszen akár a Momentumot is ide sorolhatjuk az egymással versengő liberális pártok közé. Én egyet látok, hogy egy elképesztő nemzetközi erő áll a mögött, hogy ezek a pártok össze tudjanak fogni a Jobbikkal, ennek az összefogásnak meg kellett történnie, szinte egy történelmi szükségszerűség volt a Jobbik vezetőinek az árulása, és gondoljon bele abba, hogy a Jobbik például elveszítette a szavazóinak a felét durván az áprilisi választások óta, és még ez sem elég ár, tovább folytatódik a balliberális fordulat, és egyetlen pártként a Mi Hazánk mozgalom az, amely a nemzeti irányt tartja az ellenzéken belül. Nekünk egyébként ez a mostani politikai helyzet egy komoly növekedési lehetőséget is jelent, hiszen gondoljon bele, hogy hány olyan ismerősön van, aki zokogva hív föl, zokog a gyalázattól, hogy úristen, a Jobbik már odáig süllyedt, hogy Gyurcsány Ferenccel is összefogott, és sokan még nem is hitték el nekem, amikor erről beszéltem október elején, hogy erre készül a Jobbik vezetése, és most, amikor bebizonyosodott, azt látják, hogy egyetlen nemzeti ellenzéki párt van Magyarországon, a Mi Hazánk mozgalom. Legutóbb, amikor beszélgettünk egymással itt a stúdióban, ön azt mondta, hogy
érzése szerint már lezárult ez az átlépési hullám, akkor lehet, hogy újra nyitják most ezt a kérdést? Én azt látom, hogy túl sok ember már eleve nincs a Jobbik aktív tagjai közül, aki átléphetne. Van egy csendes elvándorlás, amit azonban látok. A saját választókerületemen belül is egyébként szépen csendesen mennek el a jobbikosok. Gyurcsány, meg a balliberális összefogás már mindenkinek túl sok. Sokan még kételkedtek benne, hogy valóban nekem van igazam, amikor október elején távoztam a Jobbikból, és arról beszéltem, hogy a vezetői a balliberális erőkkel kívánnak összefogni. Ma azonban már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez az árulás bekövetkezett. Márki-Zay Péterrel egy meglehetősen, hát nem is eszmecserének mondom, egy vita bontakozott ki önök között. Miért tartotta fontosnak megnyitni ezt a vitát? Hát nagyon fontosnak tartom azt, hogy rámutassunk arra, hogy mennyire álságos ezeknek az embereknek a viselkedése. Én azzal sem értettem egyet, amikor elkezdte az egyik szélsőség szidni a másikat, azzal sem értettem egyet, amikor Gyöngyösi Márton például arról beszélt egyenesen 2016-ban, hogy az ő példaképe gyakorlatilag Vlagyimir Putyin, azt javasolta 2016-ban, hogy orosz mintára Vlagyimir Putyin cselekedetei nyomán Magyarországon a Soros-féle szervezeteket bélyegezzük ügynök szervezeteknek, ezeket a szervezeteket szorítsuk háttérbe, ezzel egyébként én magam is egyetértettem, és egy évvel később már ugyanez a Gyöngyösi Márton ott tartott, hogy nemhogy háttérbe szorítaná őket, de Brüsszelben már a Jobbik vezető politikusaként 4 soros emberrel együtt szervezett egy konferenciát, én ezt bizonyítottam tárgyi bizonyítékokkal, csak a Facebookon 2,8 millió ember nézte meg az erről szóló videót, és gyakorlatilag lelepleződött a Jobbik jelenlegi vezetése, tényleg összefogtak Soros Györggyel, ami szerintem egy elképesztő agyrém. Amikor arról beszélünk, hogy Gyurcsány Ferenccel összefogott a Jobbik, ugye nekem konkrét tudomásom van arról, hogy a Jobbikot támogató újságírók közül többeket bántalmaztak 2006-ban a Szabadság. A rendőrök megverték őket lábuknak. Ön szerint a Jobbikot támogató sajtónak lehet valamiféle ütőkártya a kezében? Még vagy ők vállalnak szerepet abban, hogy a Jobbikot visszahozzák arra az útra, honnan elindult? Én biztos vagyok benne, hogy ilyen jellegű szerepet nem fognak betölteni, de ha megengedi, azért hadd hívjam föl valamire büszkén a figyelmet. Ma például Radics Gábor úrral, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökével tárgyaltunk. 13 ezer ember dolgozik a gumiiparban, akiket a szakszervezet képvisel. Mi konkrétan megállapodtunk abban, hogy 8 helyszínen a dolgozók érdekében demonstrációt tartunk, támogatva a benti követeléseiket, amely részint a túlórákra vonatkozik, 300 órában határozták meg a gumiipari dolgozók, ennél többet nem szeretnének dolgozni, részint a bérkövetelések, 15%-os bért szeretnének a gumiipari dolgozók elérni, mi minden erőnkkel érdemi érdekképviseletet folytatva beszálltunk ebbe a küzdelembe. Az természetesen ne várja el tőlünk senki, hogy majd mi is odaállunk bohóckodni, a liberális politikusokkal együtt a Kossuth térre rendőrökkel fogunk lögdösődni, szánkokat fogunk összetörni, nem. Ez a baloldal asztala. Mi érdemi érdekképviseletet folytatunk, mi valóban összefogunk a dolgozókkal, és higgy el nekem, hogy érdemi eredményeket fogunk ezzel az összefogással elérni. Hogyan találtak rá a gumiipari dolgozók szakszervezettel? Hány szakszervezettel tárgyalnak? Több szakszervezettel is tárgyalunk. Most a gumiipari dolgozók szakszervezetének vezetőjével sikerült megállapodnunk abban, hogy támogatni fogjuk őket. Ez a megállapodás jött létre egyszerűen a leghamarabb, de hozzáteszem, tovább megyünk ezen az úton, és gondoljon bele abba, vajon mi az igazi érdemi ellenzéki politizálás az, amikor az ember konkrétan megállapodik azzal a szakszervezettel, amelynek segíteni képes a dolgozók érdekvédelmi harcát. 13 ezer ember béréről, munkakörülményeiről beszélünk, ez egy érdemi cselekedet, vagy az, hogy neki rohangálnak egyes balliberális politikusok zárt ajtóknak, földhöz vágják magukat, hisztériát keltenek, és megpróbálják Magyarországot rossz hírbe keverni. Én azért azt látom, hogy az egyik felelős ellenzéki magatartás, a másik pedig egy ócska színészripacsi alakítás. Nem tartanak tőle, hogy azzal fogják vádolni önöket, hogy rácsatlakoztak erre a balliberális ellenzék mozgalmára, hogy egész egyszerűen mintát vettek róluk? Nem, természetesen, és kínosan ügyelünk arra, hogy véletlenül se keverjenek minket össze. Én magam nagyon sokszor kértem. Nem is ugyanazon a napon lesz a demonstráció, mint amikor?
19-én? Nem, 22-én lesznek ezek a demonstrációk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mi érdemben valódi érdekvédelmi harchoz csatlakozunk, nem pedig politikai műbalhét kreálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy tiszteletre méltó cselekedet volt a gumipari szakszervezet részéről, hogy összeszervezték a dolgozókat annak érdekében, hogy a saját fizetésük emelését, a saját munkakörülményeik javítását képviselni tudják, ehhez megtalálták a Mi Hazánk mozgalom személyében a politikai partnert, és mi természetesen mindenben segíteni kívánjuk a dolgozókat. Ez az igazi érdekvédelmi harc, nem a hisztériakeltés. Ennek kormánykritikus éle van? Kormánykritikus, de hangsúlyozni szeretném, a kormány kritikán kívül, hiszen meggyőződésünk szerint a Fidesz nem képviselte elég keményen a multikkal szemben a magyar dolgozók érdekeit, fel szeretnénk lépni természetesen azok ellen a multik ellen is, akik a jelenleginél jóval magasabb fizetéseket is fizethetnének, de nagyon nyomott körülmények között tartják a dolgozókat, rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak, tovább megyek egyébként, balesetvédelmi szempontból is igen veszélyes az ágazat, jó néhány nagyon fontos, nagyon súlyos roncsolással járó baleset történt, ezekben is természetesen ezt a küzdelmet segíteni szeretnénk, amit a dolgozók elkezdtek. Volner János, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm önnek.